tűrbe kell menni. És ez a két tábel az enyém. Egy kicsi csücske, mert csak egy darabkája, visszajött, azt mondtam egy gyűlésben, a két felekezet részére, a református és a trinitárius egyház részére felajánlok egy területet a templom részére. Én ezért nem vártam ezt az elismerést, amit a tiszteletes úrék velem szemben tettek. Semmi elismerés, ezt a szívemből, azaz László Áron bácsit, akkor Jóisten nyugtassa. Ő eresztette ezt a gyökeret a szívembe, és kérem, az a gyökér most kivirágzott, és itt van, már a alap le van rakva, és remélem, hogy Andráshalma népe, s a környék segítsége, s a külföldiek segítségével felépül a Andráshalmán is a templom. A Jóisten adjon minden magyar embernek és egészséget is, erőt, hogy részt vehessen ebbe az építkezésbe. Eszembe jut Reményik Sándornak a gyönyörű verse, amikor azt írtam, hogy fehérre meszel kis templomaitokba. Azt akarják az idegenek, hogy ne halljátok apáitok szavát, ne hagyjátok a templomot és az iskolát. Gyönyörű vers, és ez a vers is a szívembe gyökeret ver, és amikor ezt a csekély, szerény ajándékot felajánlottam, az lobogott bennem, hogy valamikor talán Andráshalma népe fog építeni templomot. Adja Jóisten, hogy az a akarat, az a tenni vágyás, az a szorgalom, ami a múltban az alap lerakásánál megnyilvánul, maradjon meg, hogy tudjuk felépíteni végre ezt a templomot. Adja az Isten, hogy a Reményik Sándor szavait meghallgatva minden magyarnak a szívébe az legyen, ne hagyjátok a templomot és az iskolát. Megköszönjük a Andráshalmai asszonynak a fáradtságot, a reggelit épült. Megköszönjük a fáradtságot az Andráshalmai asszonynak, a szívességet, a kedvességet, amit értítettek, megkínáljuk mindenkinek. A Jóisten segíten meg őket, mostanában őket az élet, minden kedves Andráshalmai asszonynak. Tovább is tudjon a felettünk állni. Thank you.
tartottam magam.